Elfogásának vélt helyszínén Szekszárd határában emlékeztek meg Béri Balog Ádámról. Második Rákóczi Ferenc kuruc brigadérosát 312 évvel ezelőtt, 1711. február 6-án végezték ki Budán, miután 1710. október 28-án a város környéki harcokban a rácok bekerítették és foglyul ejtették. Egy olyan történelmi tényt szeretnénk ezzel tiszteletben tartani, ami a Rákóczi szabadságharcról szól. Ez azt jelenti, hogy 1703-tól 1711-ig tart ez a Rákóczi szabadságharc, aminek az egyik nagy vezére Béri Balog Ádám volt. Mikor Balog Ádám a kardját emelte, Sándor László akkor dandárt reávitte. Vedd fel, fiam, bátran németnek lövését, nem utasz szívednek semmi röttenését. A programra a szekszárdi Baka István általános iskola tanulói versekkel, dalokkal készültek. Bognár Cecil hozzátette, rendkívül fontos, hogy az emberek megemlékezzenek a múlt jeles személyiségeiről, legfőképpen a fiatalabb generációk. Ezért is volt lényeges, hogy az 1932-ben állított emlékmű 2022-ben megújulhatott. Azt hiszem, hogy minden ember szívében és lelkében, aki magyarnak tudja és vallja magát, ott kell, hogy legyenek ezek a nagyok. Az eseményen egy időkapszulát is elhelyeztek, ami térképeket emellett Béri Balog Ádámról és a Rákóczi szabadságharcról tartalmaz feljegyzéseket.